A hazaiak veretlenül, a vendégek pedig egy épp a csabaiaktól elszenvedett vereséggel várták a találkozót. Az első szettet a nyíregyháziak nyerték 23-ra, a második játszma 29-27-tel a házigazdái lett. A folytatás is izgalmasan alakult, a harmadik játszmát egy 6-0-ás szakaszsal fordította meg a Fátum, majd a 23-ra nyert szett után a negyedik játékrészben végigvezetve 22 pontot engedélyezett ellenfelének Németh Szabolcs együttese, amely így 3-1-re nyerte meg a mérkőzést. A tabellán elfoglalt helyezés, illetve a játékforma is azt mondatta, hogy a két legjobb formában lévő csapat találkozott. Mind amikor az első mérkőzést játszottuk, mind most, hasonló szemléletű röplabdát játszik mind a két csapat, tehát ilyenkor, amikor az ilyen játék stílusa egymásnak feszül, akkor tényleg az éppen adott napi forma, meg felkészültség dönt. Ez tegnap a mi javunkra döntött, abszolút nüanszokon múltak a szett végjátékok, de ezért is nagyon-nagyon értékes ez a győzelem, mert amikor ilyen egy-egy pontokkal megy bele a két csapat a szett végébe, akkor az extra koncentráció, az extra figyelem az, ami dönt, és ezért is nagyon örülök, mert ez nem könnyű, hogy egy ilyen mérkőzésen ilyen higgadtan és koncentráltan csak legyenek a végén. Hozzáteszem, mérkőzés közben, szettek közben azért voltak ki nem kényszerített hibák, de a végén, amikor nem remeghetett meg a kéz, akkor nem is remegett. A nyíregyháziakra még két hazai találkozó vár ebben az esztendőben. Lesz egy Balatonfüred mérkőzés, akik még csak most jönnek vissza a Covid pihenőjükből, hát azért már egy hónapja elkezdtek mérkőzéseket játszani, de azért rajtuk látszódik még a hiány, illetve még egy másik rangadónak mondható vasas mérkőzés vár ránk. Én szeretném még ezzel a két győzelemmel zárni a naptári évet, aztán új úr terével neki menni az új évnek. Ez még két kemény mérkőzés lesz, tehát ezt nem lehet, nem szabad félváról venni, ezt ugye az MTK meccs után is elmondtam a lányoknak, hogy bármelyik csapat ellen ugyanolyan nelánnal tűzzel kell játszani, mint ahogy játszottunk tegnap, mert így lehet élvezni ezt a játékot. Az Extraliga tabelláját a Békés Csaba vezeti 10 győzelemmel és egy vereséggel a 8-1-es mutatóval álló Fátum Nyíregyháza előtt. A harmadik Kaposvár 7 győzelem mellett 4-szer szenvedett vereséget.